András, én mégis azt kérem, hogy oszd most ki az anyákat, jó? Mert egyrészt lesz, aki nem jön, és amíg András kiossza az anyákat, erről egy pici történet még. András megtisztelt azzal, hogy egy ilyen anyát kaptam tőle, 24-es anyát. Úgy gondolom, hogy nem is annyira ez számít, hogy mekkora, hanem hogy anya csavar a gépezetben. Ezt meg kell állítani, ezt a gépezetet. És valamikor a most kiosztásra kerülő 12-es anyákat vásároltam, akkor a Barkácsboltban szóba elegyedtünk, látta az előző videónkat a Trócsányinál, és azt mondta neki, azt tetszett a legjobban, hogy anyádnak mennyi az árfolyama. Majd amikor mondtam, hogy most már sietnem kell ide, és kérek 50 darab 12-es anyát, akkor azt mondta, hogy csúszliba kell? Akkor ingyen van. Mondtam, hogy nem csúszliba kell, hanem ide, és a csapatot megajándékozta a Barkácsboltos ezzel a csomag 12-es anyával. Innen köszönjük neki, hiszen valószínű, hogy fogja nézni ezt a videónkat is. Nem is hinnétek, hogy hányan figyelnek minket. Nem is hinnétek, hogy hány ember szeretne már változtatni, csak még nem tud, nem mer, vagy nincs ideje, vagy én nem tudom, mit szeretne, vagy mire vár még. De rengeteg ember figyeli ezt a kis csapatot, én nagyon büszke vagyok rátok, és nézzétek most oda vissza a kerítésre. Hát így néz ki egy hazáruló kerítése. És most nézze meg mindenki, aki nézi ezt a videót, minden hazárulónak a kerítése így fog kinézni. Véres kéz. Véres kéz és minden egyéb rajta lesz. Nem menekülhetnek, nincs már hova futni, mert nekünk sincs hova bújni. Mi már nem félünk, ahogy András mondta, és illunk a mondani. Leszoktunk a félelemről, igenis ki fogjuk nyilvánítani, meg fogjuk mutatni, és ki fogjuk vívni. És akkor Tóth Judit! Szokásomhoz szíven, kedves Bóna úr, bemutatkozom, Tóth Judit vagyok. Én szentül hittem, hogy ön itt lesz ma. A neveltetéséből adódóan, hogy megtisztel minket, és kijön közénk, és elmondja ön azt az megmagyarázhatatlan dolgot, hogy ön ezt a borzalmas törvényt megszavazta. Mert szeretném felhívni a figyelmét, hogy itt önök a forintot forintosították. Ez egy befektetési ügylet volt a bankok részéről, amiről mi nem tudtunk. De most egy picit hagyjuk a bankokat. Amit szeretnék öntől kérni, szintén hivatkozom a neveltetésére, hogy nagyon figyeljen oda az emberekre. Biztos szokott szörfözni a neten. Nagyon sok a szegény ember Magyarországon. Nagyon sok ember nem tud fűteni. A gyermekek nem tudnak enni. Nagyon kérem önt, hogy nem tudom, hogy hogy tudja ön ezt kivitelezni, de valami borzasztó nagy segítség kell itt a magyar embereknek. És én ezt elvárom öntől, pontosan azért, mert Isten hívő ember. Köszönöm szépen.